Jelentős asszály van, a felső talajrétek szárassága már elérte a kritikus szintet. A térségben az egyre melegedő és csapadékszegény időjárás hatására a talajvízszintek folyamatosan az átlag alatt vannak. Ezért új típusú fejlesztésekre és beruházásokra van szükség. A témával kapcsolatban vendégem a stúdióban a Felső Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság vízrendezési, vízrendezési és öntözési osztályának osztályvezetője Lőrinc Róbert. Köszöntöm. Jó. Nos, hát a felvezetőben elég sok minden elhangzott, és én úgy gondolom, hogy azért ezt az átlagember is érzékeli, ami zajlik, illetve nem zajlik körülöttünk már, ami a csapadék mennyiségére vonatkozik. Ön hozott is magával egy úgynevezett aszály térképet, amit mi most itt látunk, és ezen különböző színek vannak. Kezdjük talán azzal, hogy mitől függ az, hogy hol nagyobb az a száj és hol kisebb? Sok mindentől függ, azért alapvetően nyilván a csapadék tevékenység, ami igazán meghatározza, de erősen talajfüggő a dolog, erősen talajtól függ, hogy milyen mértékű a víztartó képesség a talajnak, illetve hát a talaj vízszintnek a mélységétől is, a talaj telítettségétől, vízzel való telítettségétől is függ, hogy ezek hogy alakulnak. Itt, ha a térségünket, a, a, a megyét tekintjük, vagy az igazgatási területet az önök szempontjából, akkor mekkora különbségek lehetnek például a csapadék szempontjából? Elég jelentősek, csak az elmúlt hónapot, hogyha megnézzük, például a nyírség északi része, Kótaj, kemecse, Demecser térsége, ott 4 mm-es csapadék tevékenység volt, egy gyakorlatilag nem esett az eső, azért más részeken mértünk csapadékokat, akár 20 mm-t is. Hol a legrosszabb a helyzet? A legrosszabb a helyzet azért zömmiben a nyírségben, azt lehet mondani. Nyírségben rendkívül alacsony talajvízszintek vannak, a talaj is olyan szerkezetű, ugye homoktalajról beszélünk, ami a víz aminek a víztartó képessége rendkívül alacsony, úgyhogy itt igazán súlyos szájról is beszélhetünk majd ebben az évben. Egyébként az asszály eloszlása Jelenleg még nem a nyírséget mutatja a eh, súly, legsúlyosabb eh, helyzetként, hanem a Berek térsége, illetve hát a szatmári térségnek az egészen keleti része, illetve a déli része, ahol most jelenleg súlyos a száj van. Most ugye kritikus helyzetről beszélünk ebben a tekintetben, ez mióta áll fenn ez a helyzet? Ez a helyzet folyamatosan romlik, és sajnos a csapadék tevékenység az folyamatosan csökken. Még januárban csak-csak volt átlag feletti csapadék, de február-március már rendkívül alacsony csapadék tevékenységgel folyt és hát a talajvízszintek azok folyamatosan csökkennek ebben az évben. A csapadék hiányra egy kicsit felhívnám a figyelmet. Az, a, ebben az évben ha az összes három hónapot nézzük, 35 mm, ami egy havi átlag csapadéknak felel meg. És bizony a tavalyi évet is negatív mérleggel zártuk egy 90 mm-es mínusszal, úgyhogy igen jelentős csapadék hiánya kezdünk neki az évnek. Ha csak ezt a tényt nézzük, már ebből kifolyólag ebben az évben, ha nem változik a helyzet, igen, súlyos helyzet, tovább súlyosbodhat ez a helyzet. És hogyha az ország többi területéhez viszonyítva tekintjük ezt a térséget, akkor mit tudunk elmondani? Az egyértelműen látszik, és minden év, minden év az elmúlt évek ezt mutatják, hogy ez a térség halmozottan sújtott az asszállyal. Valahogy elkerülnek bennünket a csapadékok, elkerülnek bennünket a belvizek is most, úgyhogy tavaly, tavaly előtt is szinte lehet mondani, 2015-től folyamatosan, hogy szinte az országban itt a legsúlyosabb az asszály. Mikor volt legutóbb ilyen kialakult helyzet? Ö, ö, az... Ö, Múlt esztendőben volt olyan időszak, amikor ö, hasonló Igen. adatokat tudtak Igen. mérni. Igen. Múlt esztendőben augusztusban és szeptemberben voltak volt ö, elég súlyos vízhiányos állapot. Egyébként a tavalyi éven annyit seg, éven segített az, hogy volt egy kisebb belvíz, egy, egy talajt feltöltő belvíz, de ez idén például elmaradt. Gondolom ez, ez sem egységes azért az igazgatóság területén. Nem. Ez hol nem segít? Hol segít kevésbé? Azokon a területeken segít kevésbé, ahol már nagyon előkészített a vízhiány. Tehát nagyon tartósan vízhiányos helyzet van, és ezt megint csak igazán a nyírséget emelném ki. Sajnos itt a talajvizek olyan mértékben lecsökkentek mára, hogy a talajtelítettség az jelenleg pont a nyírségben egy ilyen 10-13 százalék körüli, az ilyenkor szokásoshoz képest lényegesen elmaradva. Vízügyi igazgatóság területén egy átlagos 18 százalékos talajtelítettségről beszélünk. Éppként ez a 18 százalék, ez 33 telítettségi százalékkal kevesebb, és hogyha egyszerűen mondanám, akkor igazán úgy lehet legjobban megérteni, hogy ez ilyen szok, ilyenkor szokásoshoz képest egy 70-75 százalékkal mély. Ebben van a talajvíz. Én most, ha visszagondolok, nem is tudom felidézni, hogy mikor volt ö, utoljára erősen csapadékos időszakunk. Ebben az évben nehéz, nehéz felidézni, nem, nem mert. Is ebben nem. ebben az nagyon... esztendőben, hanem a, a múlt évben. Hogy... Múlt, év, múlt évben csak igazán a tavaszi időszak volt. Az az, amit említettem is, hogy egy kis enyhebb elvizet, illetve egy kisebb elvizet tudott eredményezni, és azután folyamatosan vízhiányról tudtunk beszélni. Mi a helyzet azzal, nyilván ez, ehhez kapcsolódhatnának a fejlesztések, beruházások is, amikor van elég csapadékvíz. Meg lehet-e azt tartani, fel lehet-e fogni, el lehet -e tenni rosszabb időkre? Meg lehet tenni, igen. Adottságoktól függ. Én ezt azért el szoktam mondani, hogy a legnagyobb tározónk a talaj. Ugye Váralai vára, vára, vára professzor úr ezt kimondta. A talajra nagyon figyelni kell, a talajművelési technikákra, technológiákra nagyon figyelni kell. De ezen túl azért tározási lehetőségeink vannak. Jelenleg azért problémáink vannak a tározókkal, ugyanis nem minden tározó ba tudtunk vizet megtartani. Több tározónk jelenleg is szárazon van, és már több éve szárazon van, illetve azok a tározók, amikben víz van, ott is azért alacsonyabb vízszintekről tudok beszámolni. Mi érinteni a, vagy mit érintene a fejlesztés, a beruházás? Ez miben látszódna? Elsősorban a vízügyi igazgatóságunk működési területén, is hát mondhatjuk, hogy a megye területén a folyókra alapozott vízpótlás az, ami tud segíteni. Tározás nehéz. Tározni akkor tudunk, ha van víz, van mit betározni, legyen az akár belvíz, legyen az akár egy árhullám, amiből mi tudunk kivezetni. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor bizony a folyók alacsony és kis vízkészletét kell, hogy kihasználjuk, és arra alapozunk fejlesztéseket. Tehát azok a tározók, amelyek megvannak, nem tudom mennyi ideje, tehát azokkal nincsen gond, csak akkor uh, valahogyan másképp kell majd dolgozni a jövőben. Igen. A... Egy tározónk van, amit biztosan tudunk vízzel ellátni ez a rétközítő felső szabolcsban lévő ritközítő. Ennek egy napelemmel ellátott elektromos szivattyú telep az, ami biztosítani tudja a biztos vízzellátást. Ezen kívül egyébként a többi tározó, és gondolok, elsősorban a nyílségi tározó rendszerekre, ezek nagyon kitettek a belvizeknek. Belvíz csatornák vízmennyiségeit tudják felfogni, és azok tudjuk felfogni, és azokat tudjuk később, hát el elraktározni és később időszakban akár öntözési célra is kiadagolni. És pont a nyírségben van több olyan tározó, ami üresen áll, ilyen a rohodit tározó, ilyen a pazarnyi tározó, és most meg kell említsem még a harangodi tározót is, bár ez nem a száj miatt van jelenleg üresen, hanem egy rekonstrukciós munka, munka kezdeti előtt állunk. Hm, és akkor arra, mikor lehet számítani majd leghamarabb erre a tározóra? Ebben az évben megy, folyik majd a rekonstrukció, és jövőre remélhetőleg fel tudjuk tölteni, és tudja a vízszolgáltatási célokat szolgálni. Az időjárás jelentést, előrejelzéseket, ha figyeljük, akkor szinte napról napra változik, hogy most holnap, holnap után, vagy azután várható-e majd csapadék, és hogy mennyi csapadék. Gondolom, hogy erre azért önök is figyelnek. Most, most mit látunk a következő napokban, hogy egy kicsit aktualizáljuk ezt a... Igen, beszélget. igen, azért pontos adatokat most nem fogok tudni mondani, de kisebb csapadék tevékenységek lesznek az elkövetkezendő napokban. Azonban én azt gondolom, hogy ezek a mennyiségek olyan nagyon nem tudnak segíteni. Tehát egy jelentős csapadék, csapadékos időszak kellene ahhoz, hogy a helyzet javuljon. Tehát ez egy hosszabban tartó, folyamatos csapadék tevékenység segíthetne rajta. És ilyen nincs most kilátása. Ilyenkor mit tehetnek azok, akik nyilván számítanak rá? Ez már az agrárium természetesen, a mezőgazdaság. Tehát ilyenkor az öntözés az nyilván engedett, tehát földeket lehet öntözni. Igen. Jelenleg ugye április 1 ki is lett hirdetve tartósan vízhiányos állapot, és a belügyminisztérium kihirdette azt is, hogy az öntözési idény is hosszabb legyen. Tehát most visszamenőlegesen április, vagy március 1-től egészen október 31-ig ki terjesztve az öntözési idény. Itt másfél hónappal hamarabb kezdődik, és egy hónappal tovább tart. És ennek pont az a célja, hogy már aki tud öntözni, öntözési lehetősége adott, az tudja elkezdeni, és biztosítsa a növények számára a szükséges vízmennyiséget. Köszönjük szépen, hogy bejött a stúdióba és Szíves. tájékoztatást adott. Nagyon szívesen.